Nagyon régen még érkezett egy kérdés 1 Korintusi 10-zel kapcsolatban, illetve gondolom főként az volt a kérdés, hogy ugye itt is egyrészt a étkezési szokásokra utal Saul, és az a kérdés, hogy nem-e azt mondja, hogy akkor már mindent lehet enni, és legalábbis azt gondolom, hogy ez volt a kérdés, hiszen pontosan nem fogalmazta meg, aki küldte. Nézzük meg, hogy mit derül ki 1 Korintusi 10-ből. Mielőtt azonban belevágnánk, érdemes elolvasni 1 Korintusi 8-at, meg persze mondjuk a 9-et is, de ki fog derülni ebből is, hogy igazán mi az, amiről Saul beszél. Szóval nézzük, kezdjük el. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által, ugye ez az Egyiptomból való kivonulásról beszél. És mindnyájan Mósére, Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Mózesre keresztelkedtek meg, ugye ez maga a törvényeket, illetve az instrukciókat, a Torát érti ez alatt. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és mindjárt egy lelki italt ittak, mindjárt ki fog derülni, hogy mire is utalít, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, a kőszikla pedig Hamásiák volt. Ő volt az, aki kivezette az izraelitákat, ő volt az, aki mindvégig közvetített az atya, illetve az ő népek között és az emberiség között. Az atya soha nem járt a földön. Ez ugye Jehokanon János 1.18-ban olvasható, de ebben a sorozatban nem szoktam foglalkozni más versekkel, úgyhogy fókuszáljunk csak erre az egyre. De azoknak többségét nem kedveli Elohim, mert elhullának a pusztában. Miért nem? Azért, mert nem voltak hajlandók a parancsolatait követni. Azokat az instrukciókat, melyeket adott nekik akkor, mikor kivezette őket Egyiptom földjéről. Érdekesség, hogy az jutott eszembe, de mielőtt elmondanám, olvassuk el a hatost. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjuk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. A gonosz dolgokat csak akkor tudjuk kívánni, amennyiben van valamiféle mérce, ami meghatározza, hogy mi a gonosz, amennyiben nincs törvény, nem nincsen gonosz, hiszen mindent lehet, legalábbis a dolgok túlnyomó többségét. Úgyhogy nincs gonosz, csak ránk lenne bízva. Azonban pontosan ezért mondja, hogy ezek példáink lőnek, hogy mi neki. Ez volt a példa. Ádám és Évának voltak parancsolatai. Aztán ehhez hozzáadódott, amit Noénak, utána Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, közben Mózesnek, utána sorban mindig több és több parancsolat lett, ahogy nőtt a nép. És így próbálta a Teremtő közölni azokkal, akik az ő útját akarják járni, hogy hogyan kell az ő útját járni. Így tudjuk meg, hogy mi a gonosz, hogy van törvény. És a lényeg szerintem a 7-es versben hangzik el: se báványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leül a nép, enni, inni, felkelének játszani. Ez ugye egy idézet a másik Mózesből, 32-es fejezet, 6-os vers, ahol is ugye, míg Mózes a hegyen volt, addig az emberek már lent csinálták a bornyút, és felkeltek játszani. Itt a játszani szó a paizo, görög szó, ami szó szerint játszani jelent, míg másik Mózes 32-nél pedig sportot jelent az a szó. Hogyha utána néztek, abban a versben a szó sportot jelent, ugye, mint báványimádó. Már itt a báványimádásról van szó. Arra figyelmeztet, hogy ne legyetek báványimádók. Mi a következő? Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némek, elestek egy napon 23 ezeren. Szintén ez felhívja a figyelmet, ez ugye a 10 parancsolatból jön. Se Hamásiákot ne kísértsük, mint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. Minden módon, amikor nem követjük az utasításait, az instrukcióit, akkor őt kísértjük. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Felhívja a figyelmet, hogy ezek példák lőnek.
számunkra. Ne bálványimádás, paráználkodás és maga a zúgolódás, az állandó panaszkodás az egy bűn, hiszen az türelmetlenségre utal. És míg a Teremtő türelmes velünk, nekünk ugyanúgy türelmesnek kell lenni vele, még akkor is, ha ez nagyon nehéz a legtöbb esetben is, és én ezt pontosan tudom. De erre hívja fel a figyelmet. Még egyszer megismétlem, mindezek pedig példaképpen estek rajtatok, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Ugye ismét megerősíti azt, hogy ezek példák voltak számunkra, hogy lássuk azt, hogy mik azok, amiket ahogyan cselekednünk kell és nem kell, és mik a dolgok következményei. Ezért mutatta be azokat a példákat. Amennyiben nem olvassuk, nem tanulmányozzuk azt, akkor nem fogunk belőle tanulni. Amennyiben már ránk ez nem érvényes, akkor nem hívná fel a figyelmet rá kétszer is, hogy tanulmányozzuk, hiszen ez fontos számunkra. Így, mint mindig, Saul is visszautal a tanákra, az Ószövetségre, hogy tanulmányozzuk, hiszen nekik is csak az állt rendelkezésükre. Ez volt az írás, amit ők használtak, hiszen nem volt a Brit Kadasá, az Új Szövetség nem állt rendelkezésükre. Ebben az időben sem, az ő leveleinek nagy része nem érkezett el Korintusba. 12. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Figyelmeztet arra, hogy folyamatosan tanuljunk, hiszen az, aki azt hiszi, hogy valamit tud, hogy ő jó úton jár, az rossz úton jár. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Elohim, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ugye arról beszél, hogy letértek az útról a korintosiak. És azt mondja, hogy ez csak egy emberi kísértés, és Elohim mindig segíteni fog nekünk, hogy kimásszunk abból a szituációból, amelyikbe belekeveredtünk, és csak annyira fogja engedni az ellenséget, hogy próbára tegye minket, amíg még tudja, hogy ki tudunk abból mászni. Az egy másik kérdés, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyszerű lesz, hiszen akkor nem lenne kísértés, akkor nem lenne próba. Úgyhogy nehéz emlékezni arra, amikor az ember benne van a szituációban, hogy ebből majd ki tudok mászni, mert csak annyira kísért úgyis, vagy csak annyira tesz próbára, amennyire még ki tudok mászni. Szóval a lényeg az, hogy ez nem egyszerű, azonban ha az embernek ez eszébe jut, akkor az erőt ad, hogy kimásszon belőle. Azért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Ismét a bálványimádásra utal, és ez fontos lesz a későbbiekben, úgyhogy nagyszerű lenne, ha mindenki emlékezne arra, hogy már másodjára említi a bálványimádást, és következő, mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. 16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem Hamásiák vérével való közösségünké. A kenyeret megszegünk nem Hamásiák testével való közösségünké. Ez utal arra, amikor az utolsó vacsora idején Hamásiák és az apostolok, a tanítványai együtt ettek és ittak, és ugye arról volt szó, hogy az az ő vére és a teste, és ezáltal közösséget nyernek, illetve közösségben élnek vele, illetve arra, hogy amikor ezt mi megismételjük, akkor ugyanúgy részesei vagyunk másiákkal való szövetségnek. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Ki ez az egy kenyér, vagy mi ez az egy kenyér? Nyilván, hogy nem magára a kenyérre utal, hanem visszautal ide az elejére, amikor azt mondja, hogy és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi való őket, kősziklából pedig másiák volt, és mindnyájan egy lelki eledelt tettek. Ez az egy lelki eledel pedig nem más,
mint a Tora, a törvények és a másiák. Erre utal vissza, ugyanúgy, ahogy mindig is minden levelében Saul a Torát, az instrukciókat és a megváltóba vetett hitet hirdeti. Egy lelki eledet ettek, egy lelki italt ittak. Nem a mannára utal, vagy a vízre, ami kifolyt a kősziklából, hanem az, hogy megkeresztelkedtek Mózes az ő törvényeire, és nyilván nem Mózesre keresztelkedtek, aki egy ember volt, hanem ha másiák vezette őket, Yahusha, a mindenható követe, úgymond, a Malak Yahua, az az angyal, aki vezette őket, ő volt az a lelki eledelés lelkita, aki ellen lázadtak, ugyanúgy, ahogy figyelmezteti őket, hogy már is rossz úton járnak, és a bálványimádás egy központi szerepet kap ebben a figyelmeztetésben. Erre utal vissza, hogy az a kenyér és az az ital, az maga, ha másiák teste és vére, azaz az élő szava a mindenhatónak, azaz a parancsolatai, az instrukciói. Tekintsétek meg a test szerint való Izraelt, ugye ezek az a nép, a kiválasztott nép, az izraeliták, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek ég közösségben az oltárral. Ugye azok, akik megették az állatáldozatokat, ők egy közösségben vannak egymással, illetve magával, azzal a szellemiséggel, amit az oltár képvisel. Mit mondok tehát, hogy a bávány valami, vagy hogy a bávány áldozat valami? Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Elohimnek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Újra arról van szó, hogy mi a bávány, és mi a bávány áldozat. Nem arról beszél, hogy milyen állatokat lehet enni, és milyen állatokat nem lehet enni. Azért mondja, hogy a test szerint való Izrael soha nem tekintett bizonyos állatokat eledelnek. Náluk nem volt kérdés, mint ahogy nálunk az. Meg kell próbálni mindenkinek elvonatkoztatni attól a gondolkodásmódtól, ami nekünk van most, és visszamenni abba az időbe, amikor Saul, a farizeus, beszélt. Neki ez ágában nem volt csigára vagy disznóra gondolni, főleg nem akkor, amikor a test szerint való Izrael áldozatairól beszél. A bávány az egy másik dolog, de már harmadjára említi a bávány áldozatot és a báványt. Így ezzel lett négy. Nem arról beszél, hogy mit lehet enni, arról beszél, hogy a bávány áldozat mi, illetve a bávány mi. Ezt próbálja megvilágítani. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, ismét az áldozatról van szó, és a bávány áldozatot tudjuk, hogy a karácsony, a húsvét, ezek mind-mind ezek a bávány áldozatok, amikről beszél, a pogányok ünnepei, amiket ördögöknek áldoznak. Ördög, ugye, az ördög nem más, mint egy istenség, egy hatalmasság, ezeknek áldoznak, és nem Elohimnek, nem az egyetlen élő Elohimnek, hanem azoknak a bukott angyaloknak, akiket már ismerünk a többi videóban, szó volt róla, most nem megyünk bele. A lényeg tehát ismét az áldozás, és az, hogy kit imád, kit szolgál az ember. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Miről beszél? Arról, hogy ne vegyenek részt ilyen dolgokban. Nem ihatjátok Yahua poharát és az ördögök poharát, nem lehettek Yahua asztalának és az ördögök asztalának részesei. Azért, ugye, hogy nem, az ember nem ihatja a másiák vérét és eheti azt a kenyert, ami az élő szó, illetve ugyanakkor még a teremtővel is együtt éljen, illetve azon az úton járjon, amit ő kijelölt számára, illetve számunkra. És ez nem csak abban nyilvánul meg, ahogyan az ember él, viselkedik és gondolkodik, hanem az abban is, hogy mit eszik és hogyan és kikkel vállal a közösséget. Vagy haragra ingereljük Yahuát, avagy erősebbek vagyunk-e nálánál. Ez nem olyasmi, amit a teremtő jó szemmel néz. Minden szabad nékem,
de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Egy újabb bizonyíték arra, hogy Saul pontosan tudta, hogy mik a törvények, és azok szerint él. Tudta az, hogy mindent meg lehet tennie. Mit jelent a szabadság? A szabadság azt jelenti, hogy már nem kövezik meg azonnal. A szabadság azt jelenti, hogy már nem büntetik meg azonnal, hiszen nincsen templom, nincsen papírend, nincsen közösség, nincsenek bírók. Ezért nem ez a szabadság, hogy bármit meg, mint ma, bármit megtehet az ember, az nem azt jelenti, hogy minden használ. Ennél egyértelműbben nem tudta volna kifejezni. De egyébként mindig ez van minden egyes levelében, minden egyes versében. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Mindent megtehet, hiszen nincsen azonnali ítélet, ahogyan volt a Tanákban, az Ószövetségben. Amíg Jahusa, Hmásiák vezette őket, addig azonnali ítélet volt, ahogy jöttek a kígyók, ahogy elnyelte a föld, ahogy elpusztította őket. Azután pedig a királyságban azonnali ítélet volt, hiszen volt bírók, papírend, és megvolt az egész infrastruktúra. Ebben az élettérben, amiben mostantól élnek, illetve amiben mi is vagyunk, egy másfajta törvényrendszer uralkodik. Ezért mondja, hogy szabad. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Mindent, amit a méhszászékben árulnak, megegyetek semmit sem tudakozván a lelki ismeret miatt. Hányszor elmondta, hogy bálványimádásról volt szó. Az ördögök poharát, az ördög asztalának, az ördögnek áldozzák, az ördögöket egy közösségben, a pogányok áldoznak a bálvány valami, a bálvány áldozat valami. Aztán elmondta korábban, hogy bálványimádók ne legyetek, miképpen azok is azok voltak. És kerüljétek el a bálványimádást. Elmondta legalább 8-10-szer, hogy mi az, amiről beszél. Amiről beszél nem az, hogy csigát, meg kígyót, meg mindent meg lehet enni. A lényeg az, hogy például, ha bemegy az ember az iszlámnak van a halál élelmiszer, ami egy bizonyos módon van levágva, elkészítve, ki van a vér folyatva, stb. És aztán ők azt Allah-nak áldozzák, és úgy árulják a boltban. Erre utal, hogyha bemegyünk egy henteshez, és megveszük azt, ami eledel, erre ezért mondta, hogy minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Az nem mindegy, hogy mit eszik az ember. Az a mindegy, hogy hol veszi, és hogy azok az emberek milyen, ugyanúgy, mint az úgynevezett idézőjelbetett zsidók ma. Ők is ugyanúgy azt úgymond Istennek szánják. Az egy más kérdés, hogy az ő Istenük nem azonos azzal, akiről itt olvasunk mi, hiszen akkor nem a Talmudot használnák, vagy a Misnát, vagy a Kabbalát. De ez is mindegy. Az a lényeg, hogy az ember, ha ehető dolgot vesz, ha ételt vesz, ne kérdezze ott meg, vagy ne érdekelje az, hogy ez Alának van áldozva, vagy Budhának, vagy mit tudom én kinek, hiszen a bálvány az egy semmi, az egy nulla. Ezért beszél erről. És hogy miért is van? Azért, mert Jahuáé a Föld és annak teljessége. A lelkiismeret miatt ne tudakozódjék, hogy ne legyen az, hogy új, én megettem azt, ami Allának van áldozva, hogy megettem azt, ami idézőjelbe Jézusnak van karácsonykor áldozva. Megeszi az ember, hiszen tudja, hogy az egy semmi. Hogy azok az idézőjeltet Istenek hatalmasságok, azok semmik, hiszen Jahua az egyetlen élő Elohim. Erre utal, nem arra, hogy tücsköd bogarat meg lehet enni. Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozván a lelki ismeret miatt. És a következőben le is ír, de ha valaki ezt mondja nékek, ez bálvány áldozati hús. Ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette és a lelki ismeretért, mert Jahuáé a Föld és annak teljessége. Ezt mondta a 24-esben, senki ne keresse, mi az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Hogy a másikra legyünk tekintete. Azért utasítsa vissza az ember,
De hát felesleges is elmagyarázni, mert elmondja a következőben. Nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Nem a milyenket, hanem a másik emberét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat más lelkiismerete? Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok? Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent Elohim dicsőségére műveljétek. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Elohim gyülekezetét. Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. Azért munkálkodik Saul, amiért nekünk is munkálkodnunk kell, ahogyan viselkednünk kellene. Ha ő azt hiszi, hogy az valami, hogy ő valamelyik istenségnek vagy hatalmasságnak áldoz, akkor abban ne vegyünk részt, hiszen azzal, hogy mi részt veszünk, azzal erősítjük az ő hitét. Ezért mondja azt, hogy ne vegyünk részt ezekben a dolgokban, amikor, ha ők ezt elmondják. Hiszen az a mi lelkünkön szárad, hogy elismerjük azzal, hogy mi egy az abból leszünk. Míg ha csak leülünk, akkor mi tudjuk magunkban nagyon jó, hogy hálát adunk Elohimnek azért, hogy lehetővé teszi azt, hogy ismét együnk. Amennyiben ő azt mondja a másik fél, hogy ez vagy az, akkor mi azzal, hogy részt veszünk benne, azzal elismerjük, és ezért káromoltatja a mi lelkiismeretünket. Ezért kárhoztatja a mi lelkiismeretünket is majd másnak a cselekedete. Szóval 1 Korintusi 10 sem arról szól, amire a legtöbb tanítás vonatkozik ezzel kapcsolatban. 1 Korintus 10 a bálványimádásról, a bálvány áldozati ételről szól, és nem arról, hogy mit lehet enni. Az más kérdés, hogy ha esetleg elmegy az embernek ez alapján, amit mond, hogy akár iszok, akármit cselekeztek mindent Elohim dicsőségére, és hogyha meghív, akkor semmi se tudakozván lelkiismeret miatt mindent megegyetek, azt érteti az ember úgy, hogy megegyen mindent, akármit is raknak elé, azonban amikor már tudja, ha esetleg tényleg ez lenne, hogy elmenjünk valahova, és akkor ott mindenféle dolgokat ugye feltállalnak, és csak szó nélkül megeszünk mindent, hogyha a békesség ezt kívánja, akkor gondolom ezt úgy is lehet értelmezni, azonban amikor már tudjuk, ha megtudjuk azt, hogy ez egy disznó, vagy egy csiga, vagy egy akármi, a későbbiekben egyértelműen kiderül, hogy amikor azt mondja, hogy ez bálványázati hús, onnantól kezdve már nem ehetünk. Ugyan ez vonatkozik arra, hogyha esetleg valaki úgy szeretné értelmezni, hogy mindent lehet enni, hogy amikor már tudjuk, hogy miről van szó, onnantól már nem ehetjük meg. Hiszen ha már az ember tudja, hogy ez egy tisztátalan állat, onnantól kezdve egy döntést kell meghoznia. Na azon túl én nem javasolnám senkinek, hogy csak úgy egyen mindenféle dolgokat össze-vissza mindenhol, mert miért lenne tisztátalan, ha nem muszáj. De ha amennyiben megoldható, akkor mindenképpen érdemes tudakozódni, ha az nem okoz problémát az emberek között. Más kérdés, hogy ez valamilyen szinten hívőkről kellett, hogy beszéljen, hiszen azt is világosra tette, hogy a hívő és a nem hívőnek nincs köze egymáshoz. Úgyhogy amennyiben hívő, akkor érdemes így egymással összejárni, hiszen amúgy csak probléma van belőle. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, és annyit még, hogy sokféleképpen lehet értelmezni a verseket, amiket az írásban találunk, azonban ha szem előtt tartjuk azt, hogy a Tora, az instrukciók és a megváltóba vetett hit szükséges az üdvösséghez mindkettő, és önmagában egyik sem elégséges, akkor ezen keresztül, az idézőjelbe tehát szemüvegen keresztül nézve megérthetjük azt, hogy mi is az,
amit az egyes szereplők szeretnének velünk közölni, és a legnehezebb az összes közül Saul írásait értelmezni. Úgyhogy én nem javaslom senkinek, hogy azzal kezdje, hogy ő az ő leveleit olvassa csak. Hiszen ha nem értjük meg a könyv elejét, hogy hogyan jutott el ez a nép oda, mi az egész üzenete a mindenhatónak, és hogy a Hushach a másiak már az első pillanatok kezdve jelen van, akkor a végén kezdve a könyve csak egy óriási káosz lesz. És nem lehet a mindenhatóhoz eljutni úgy, hogy az ember törvénytelenül él, és olyan dolgokat tesz, ami az ő szemében gonoszság. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!